Valószínű, hogy már mindannyian látták a Tiszafüred szélén 2015-ben megépült Tiszatavi kerékpáros centrumot. Az azóta eltelt egy évben számtalan kérdés merült fel a beruházással, a működéssel kapcsolatban, ezért Virág Tibor alpolgármester nyilatkozott a Főnix televíziónak a projekt lebonyolításáról, megvalósításáról. A Tiszatavi kerékpáros centrum létrejött. Elég sok kérdés maradt nyitva a tiszafürediek számára, ezért arra kérem, hogy vegyük sorba a beruházást, a történetét, és talán a jelenlegi helyzetét is magának a projektnek, illetve magának a centrumnak. Mennyire, hány évre nyúlik vissza ennek a projektnek a kezdete, az elindulása? Fel is írtam magamnak, készültem erre a kérdésre, az első pont ez. 2012. november 30-án írták alá a támogatási szerződést erre a projektre, tehát azért már elég régi időkre nyúlik vissza. Maga az ötlet az pedig ennél sokkal régebbi, hiszen már a Tiszató térségi fejlesztési tanácsnak már ezelőtt volt is terve, létező engedélyezési szintű terve, sőt építési engedélye is a Poroszló-Tiszafüred közötti kerékpárút megépítésére. De akkor nem épült meg, és amennyire én tudom, a hidakra nem is volt terv. Tehát az egy olyan félig meddig megoldás lett volna, és meg sem épült. És ezután vette fel újra a fonalat a projektgazda, a Tiszatavi Turizmus Fejlesztő Egyesület, aki végül konzorciumban a NIF ZRT-vel, ugye ez a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, és a Tiszatófejlesztési Kft-vel közösen egy hármas konzorciumban kötött végül támogatási szerződést. Az érdekessége az, hogy tulajdonképpen egy egyesület volt, aki a pályázatot beadta. Számomra kicsit szokatlan, hogy egy ekkora beruházást megpályázhat egy mondjuk egy tiszafüredi helyi egyesület is. Én meg örülök ennek, és szerintem ez normális dolog, ez egyébként máshol is van így. A pályázati felhívások mindig tartalmazzák, hogy kik pályázhatnak a pályázók körét. Ebben nagyon-nagyon sokszor, szinte mindig benne vannak az egyesületek, a civil szervezetek. Ugye ennek megvan a szabálya, hogy ezek hogyan működhetnek, aki törvényesen működik, azok pályázhatnak, ugye meg kell lenni a beszámolóiknak, a közé kell ezt tenni, tehát megvannak ennek a szabályai. Én azért örülök ennek különösen, mert ezt mindig elmondja polgármester úr is minden fórumon, és teljesen egyetértek vele, és én is ezt mondom, hogy Tiszafüreden nagyon gazdag a civil élet. És ez az egyesület ráadásul nem is csak tiszafüredi, a székhelye az, de egyébként Tiszatavi Egyesületről beszélünk, és tényleg az, mert a Tiszató több településéről vannak tagjai. És ez az egyesület, mint egy civil, alulról jövő kezdeményezés, hát a demokráciában ennél nem lehet jobban modellezni valamit, hogy egy egyesület vág bele egy ilyen projektbe. Ők vették maguknak a bátorságot, ezt ki lehet jelenteni, mert ez egy hatalmas feladat, ugye ebben már egy állami szervezetnek, mert az önkormányzat valahogy mégiscsak az államhoz tartozik, tehát a fejlesztési tanácsnak is beletölt egyszer a bicskája. Egy civil szervezet vette a bátorságot, hogy nekifusson ennek, hogy megvalósítsa, és hát az eredmény azért igazolja azt, hogy jól tették. Említettem már, hogy mindenki közreműködött ennek a projektnek a megvalósításában. Valójában Tiszafüred város önkormányzata milyen szerepet játszott a megvalósításban? Hát boldog házigazdája volt ennek a projektnek. Az önkormányzatnak igazából megvalósítási szinten semmiféle szerepe nincs ebben a projektben, hiszen nem kedvezményezettje, nem megvalósítója, nem önkormányzati területen valósult meg. Örülünk annak, hogy itt van Tiszafüreden, és mindennel támogatjuk, amilyen eszközünk nekünk van arra, hogy segítsük ezt a projektet, mint ahogy az összes többi ilyen jellegű beruházást, vagy már működő vállalkozást. Mi vagyunk az egyik legboldogabb önkormányzat ebből a szempontból, mert azért az már most ez a fél szezon alapján látszik, hogy a kerékpáros centrum beváltja, valószínűleg be fogja váltani hozzá fűzött reményeket, hiszen nagyon sok látogatója volt már ebben a fél szezonban, és azért ugye az hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem túl szerencsés nyáron megnyitni egy ilyen létesítményt, de ugye ez egy uniós projekt volt, aminek megvoltak a határidejei, ezek kötött dolgok, a kivitelezés is egy kötött dolog, akkor van kész, amikor teljesen kész van,
és ezért volt ez, hogy az első szezonban, 16-ban egy fél szezon tudott futni ez a projekt, de ez a fél szezon is az elmondások alapján jól sikerült. Ezt úgynevezett próbaidőszaknak tekintette az Egyesület vezetője is, és ez alapján majd levonva a tanulságokat a 2017-es évre gondolom majd máshogyan tervezik. Térjünk már vissza magára a beruházásra. Mekkora összeget használtak föl, mik szerepeltek a tervekben, és mi az, ami megvalósult belőle? Kezdjük onnan, hogy a terv az ennél sokkal merészebb és nagyobb volt, mint amit most jelenleg ebben a pillanatban láthatnak a tiszafürediek, vagy a turisták, akik ide látogatnak. Az eredeti elképzelés az az volt, hogy Poloszlótól egészen Hortobágyig épül meg kerékpárút, és különböző állomásokon, Poroszlón, Tiszafüreden, Hortobágyon kerékpáros centrumok épülnek, és esőbeállók meg magas lesek épülnek még a Tiszató mellett, meg a Hortobágyon is az út mentén. Az út egyébként nem a 33-as mellett, hanem annál sokkal érdekesebb területeken bent a tényleges Hortobágyon vezetne. És azért mondom, hogy vezetne és nem vezetett volna, mert ez a terv még mindig nincs a fiók legmélyén. A pályázatban a megpályázható összeg miatt, a nagysága miatt végül csak a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárútra köttetett támogatási szerződés, de a tervek elkészültek egészen Hortobágyig. A sajátosságok miatt ugye ez két régió, a Tisza ketté választja a Heves megyét meg Szolnok megyét, és ráadásul az Észak-Alföldi régiót, meg az Észak-Magyarországi régiót is elválasztja egymástól, ezért erre a kis rövid, körülbelül 8 kilométeres szakaszra is kettő támogatási szerződést kellett kötni, két pályázatot kellett beadni, és nagyon érdekes volt, hogy például a Tisza híd az 60%-a a Heves megyében létesült, 40%-a meg a Szolnok megyében, vagy hát régióban is ugyanígy. Mondjuk ez azért feladta a leckét mind a két félnek, a pályázónak is, meg az elbírálójának is, hogy egy hidat hogy lehet így ketté bontani, de hát matematika végül is. És ez volt az alapterv. Ezen túl is voltak tervek, és vannak a mai napig tervek, mert a kicsit úgy tűnik, mintha csapongó lennék, de csak azért, mert szeretném, hogyha mindenki értené, hogy a kerékpárutaknak mi a története Magyarországon. Úgy épültek kerékpárutak, önkormányzatok építették jellemzően a támogatásokból, uniós támogatásokból a kerékpárutakat, amelyik polgármester agilisabb volt, vagy rátermettebb volt, vagy jobb kapcsolatai voltak, vagy eszébe jutott. Az kiharcolt magának egy kerékpárutat. Az ment, ameddig ment. Egy kilométert, hármat, ötöt, aztán vége lett. A három faluval arrébb, vagy három várossal arrébb, a másik polgármester is agilis volt, ő is kitalált magának kerékpárutat, vagy a településének. De nem volt semmiféle tervszerűség, hálózatosság ebben, hogyha elindul valaki Nyíregyházáról, nem jut el Sopronba kerékpárúton. De még csak 200 kilométerre se feltétlenül jut el, hanem rá kell mennie olyan utakra, ami viszont nem annyira kerékpárosoknak való. Ez a gondolat, ez a Tisza-tavat körbezáró gyűrű, ez ennél sokkal tovább mutatott, mert igazából Egertől egészen Debrecenig szól az ötlet, és még Berekfürdőt is bekötve, és ebben Hajdúszoboszló és Balmazújváros is beletartozik, mert ők meg már össze vannak kötve. Tehát itt a hálózatosság, a tervszerűség volt az, ami mozgatta ezt az egészet, de ez nagyon sok milliárd forint. Tehát ez sajnos nem megy úgy, hogy valaki kitalálja, a kormány azt mondja, hogy ez ragyogó ötlet, akkor itt van 15 milliárd forint, építsétek meg. Sajnos nem így működik, ezt szakaszokban lehet elérni, és ennek az első lépése van már Tiszafüreden, és nagyon bízok benne, hogy már 2017-ben fogjuk látni a következő lépésnek a fizikai jeleit. Ez a szakasz, ez nagyjából 1 milliárd forintba került. Mi az, amit terveztek, és mi az, ami megvalósult belőle? Igen, akkor visszatérjünk, ugye kettő támogatási szerződés volt, Poroszlótól Tiszahíd feléig mondjuk, és a Tiszahíd felétől be Tiszafüredig. A Poroszló és a Tiszahíd közötti szakaszban épülne, vagy épülni fog, inkább így mondom, épülni fog két új híd, teljesen új önálló híd, és ugye egy konzolos hídnak a 60%-a a Tisza folyón. Ezzel semmi probléma nincs, azon túl, hogy kettő építési szezon szükségeltetik a hidak miatt.
A támogatási szerződés pedig az előző uniós ciklusban köttetett, és meg volt adva, hogy meddig kell azokat a projekteket befejezni. Addig muszáj kötelező befejezni, különben az uniós támogatás már nem lehívható. És ugye egy évvel a határidő előtt látszott, hogy ebben már nem tud megépülni egy két szezont igénylő létesítmény, ezért azt a támogatási szerződést sajnos, de jogosan visszamondta a támogató, mert fizikai képtelenség lett volna befejezni. Hogy kérdezem már meg, hogy a Poroszló és a Tisza híd közötti részben ugyanezek a szereplők vettek részt? Igen. Tehát Tiszató Fejlesztési Kft., NFI? Igen. Ez egy teljesen összefüggő projekt attól, hogy két támogatási szerződés, mert önmagában semmi értelme a Tisza hídig eljutni, mert onnan mit csinál onnan a kerékpáros, beleugrat a Tiszába, vagy tehát igazából az értelmetlen megépíteni egy ilyet, ha nincs folytatás. Tehát azt a támogatási szerződést felmondták, a másik támogatási szerződés viszont tovább élt, mert abban nem voltak hidak. Ugye úgy él tovább, hogy akkor a Tisza hídig, és most úgy tűnik, mintha ellent mondanék magamnak, hogy hát akkor mégiscsak a Tisza hídig tervezték megépíteni folytatás nélkül. Nem, mert már akkor is az volt a terv, hogy mindenképpen tovább kell ezt vinni. Ha egyszer a kormány megszavazott ide több mint 1 milliárd forintot, akkor nyilván nem fogja azt mondani, hogy jól van az úgy, menjenek bele a Tiszába a kerékpárosok, és aztán ússzanak tovább, vagy tolják át a hídon, és utána menjenek a 33-ason, teljesen értelmetlen, de ez az oldal így tovább tudott élni. Abban a reményben, hogy lesz folytatás. Hogy megvalósul a így másik van, Hát meg kell, hogy valósuljon, tehát mindenki azt mondta, hogy ha nem ebből a forrásból, akkor majd egy másik forrásból, de meg kell valósítani. Tehát így maradt a Tisza híd és Tiszafüred közötti szakasz, ami tervek szerint valósult volna meg, ami azt jelenti, hogy a Balneum előtt eljött volna a kerékpárút. Mindig gondolkodok, eljött volna, el fog jönni a kerékpárút. Abban a projektben még csak eljött volna, és bekötött volna a kerékpáros centrumhoz, egy vasúti átjáron keresztül a Karcak-Tiszafüred vasútvonalon, valamint a Balneum előtt a 33-ason keresztül vezetve, keresztezi a Füzesabony-Debrecen vasútvonalat is, és ott pedig a Tiszacsege felé vezető gáthoz csatlakozna. És ezzel az Euróveló útvonalnak az északi és déli összekötése is létrejön, mert Tiszafüreden egyébként ez a útvonal megszakad. És már ezzel több mint 100 km hálózatosság jön egyébként létre, mert a Füred és Poroszlótól függetlenül már így egy hálózatot köt össze. Ebben a projektben végül megvalósult a kerékpáros centrum egy nagyon nagy mértékű eszközbeszerzéssel. Ott körülbelül 300 darab kerékpár van ebben a centrumban. Az alap szintű kerékpártól az egészen profi kerékpárig, rengeteg kiegészítő eszközzel, informatikai eszközökkel, szabadidős, profi versenyek rendezésére alkalmas eszközökkel, rendezvénytechnikával. Ez megvalósult. A kerékpár út, az lefolytattuk a közbeszerzést, vagy hát a projektgazda, akkor még én is része voltam ennek a projektnek, ez már több mint egy évvel ezelőtt volt, lefolytatta a közbeszerzést, de sajnos ugye a közbeszerzéseknek az a sajátossága, hogy igen, el tud húzódni. És ez a közbeszerzés is erre a sorsra jutott, elhúzódott, végül sikeresen zárult volna, ha a kivitelező aláírta volna a szerződést. De úgy ítélte meg valószínűleg, egyébként nem indokolt, de nyilvánvaló volt, hogy annyira rövid idő maradt a megvalósításra, hogy nem írta alá, nem vállalta végül a kivitelezést. Ebből az 1 milliárd forintból végül is mennyit használtak föl? Körülbelül ilyen 700 millió forintos nagyságrend került felhasználásra, ennyi került lehívásra, a többi pénz az nyilván nem került lehívásra. Tehát a támogatási szerződés az arról szól, hogy egy adott fizikai tartalomhoz adnak egy adott mennyiségű pénzt. Ezt erre a fizikai tartalomra kell elkölteni. Hogyha a tartalom csökken, akkor csökkentik ahhoz képest a támogatást is. Ez nagyon jól meghatározható, mert mindennek megvan az ára a támogatási szerződésben. Ha ez a toll mondjuk 50 forintba kerül, és ezt mégsem vásároljuk meg, akkor 50 forinttal csökkentik a támogatást. Tehát annyival csökkent a támogatás, amennyi nem valósult meg.
Ez a 700 millió forint, ez gyakorlatilag a kerékpáros centrum, annak a felszerelése, illetve láttam fotón valami esőbeálló is elkészült valahol Tiszafürettől nem messzire. Igen, az esőbeálló az a kerékpárút nyomvonalán készült el, tehát amikor a kerékpárút megépül, annak akkor lesz igazán funkciója. Bár most is van, mert hogyha valaki a 33-oson kerékpározik, akkor tudja használni, és ilyen, meg ehhez hasonló esőbeállók és magas lesek épülnek majd, amikor Hortobágyig el fog készülni ez a kerékpárút. És az apropója, amiért most még beszélgetünk, az öröm hír, hogy úgy néz ki, hogy, és már utaltam is rá, hogy 2017-2018-ban meg fog épülni Poroszló és Tiszafüred között a kerékpárút, legalábbis a kormány szándéka biztosan ez, hiszen ezzel kapcsolatban döntéseket hozott. Már augusztusban a Decathlon tavi napok alatt is akkor volt az első alkalom, amikor Révész Máriusz bejelentette, hogy több kerékpárút fog megépülni az országban, ez a kormány döntése, és ezek között van a Tiszafüredi is, a Tiszafüred-Poroszló közötti is, és ennek újabb bizonyítéka a kormány elszántságának, hogy az 1635/2016-os kormányhatározat, ami 2016. 11. hó 17-ei, a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szól, és ebben egyértelműen nevesítik a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárutat, aminek a megépítéséhez, és ezt hangsúlyozom, hogy a megépítéséhez 2017-re 1,75 milliárd forintot, és 2018-ra is 1,75 milliárd forintot kell biztosítania a nemzetgazdasági miniszternek és a fejlesztési miniszternek. Erről szól a határozat. Ebben az összegben benne van a hidaknak a kiegészítése? Tehát ez a konzolos megoldás? Igen, benne van a Tisza híd is, meg a tározón a másik két híd, az Egerpatak és a Szomorkapatak fölötti hidak is benne vannak. És azért hangsúlyoztam a megvalósítást, mert abban a örömteli és büszkeséggel eltöltő helyzetben van Tiszafüred, hogy az összes többi kerékpárúthoz képest nagyon nagy lépésekkel vagyunk előrébb, mert ugyanebben a kormányhatározatban minden más kiemelt kerékpáros útvonalnak a tervezéséhez biztosítják a forrást. Tehát azok még csak a fejekben léteznek, még papíron sem. Ez a kerékpárút építési engedéllyel rendelkező tervekkel rendelkezik, itt már a kivitelezés az egyetlen kérdés. Tehát azért, ha tudjuk, már pedig én tudom, hogy egy tervezés, engedélyeztetés mennyi buktatóval jár, mennyi időbe telik, ennek a kerékpárútnak legalább másfél évbe telte a tervezése, engedélyezése, és utána még kiviteli tervet kellett készíteni, hidakról nem is beszélve. Tehát fényévekkel vagyunk a többi kerékpárút előtt. Nem fenyeget az a veszély, hogy esetleg lejárnak ezek a tervek és engedélyek, vagy valamiért módosítani kell őket, mert akkor nem vagyunk előrébb? Ez a veszély egyébként minden tervet fenyeget, teljesen jogos a felvetés. Ugye én nem vagyok felhatalmazva, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT nevében nyilatkozzak, de kívülállóként annyit el tudok mondani, hogy a tervekhez tartozó engedélyek határideje, hatályossága meghosszabbításra került, úgyhogy biztonságban vannak a tervek. Az én tudomásom szerint ilyen probléma nem fenyegeti ebben a pillanatban a projektet. Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy ezek után már nem jön újabb buktató, hiszen elrendelte a kormány, hogy ezeket meg kell építeni, elrendelte, hogy forrást kell mellé biztosítani. Hát ugye majd akkor kocincsunk, hogyha ott állunk a kerékpárúton, ezt is azért már megtanultam, de azért szerintem ez már optimizmus ad okot. Elég közel állunk ahhoz, hogy már ebben az évben akár ott munkálatokat lássunk, sőt, látni kell ebben az évben, hogyha ez meg fog valósulni így a tervek szerint. És azt mindenképpen szeretném még elmondani, hogy ez nem minden. Tehát Tiszafüred város önkormányzata Újvár Imre polgármesterrel együtt azon dolgozik, hogy az eredeti tervek megvalósuljanak, és nem csak mi dolgozunk rajta, hál' Istennek nem magunkban vagyunk, hiszen a kormány is felismerte azt, nyilván nem most, de ebben az uniós ciklusban tudja irányítani a pályázatokat,
hogy a hálózatosság fontos, és nem szabad ilyen szép, szétszabdalt, pár kilométeres kis semmibe vezető kerékpárutakat építeni, és több megye, több nagy település dolgozik azon, hogy Egertől egészen Debrecenig meglegyen a folyamatos kerékpárút. Polgármester úr Debrecenben már több tárgyalást folytatott ezzel kapcsolatban, és a debreceni oldalon megvannak a konkrét elképzelések, hogy Hortobágyig hogyan, milyen forrásból fognak eljutni. Tehát Debrecenen nem fog múlni, ők Hortobágyig megépítik a maguk kerékpárútját, ott már Hajdúszoboszlóval, Balmazújvárossal meg lesz a kapcsolat. Nekünk kell még azon dolgozni, hogy nyilván nem magunkban, hogy eljussunk egyrészt Hortobágyig, valóban eljussunk, és hogy Egerből Mezőkövesden át eljussunk kerékpáron. Igen. Egyébként ott is vannak más szakaszok, amiket csak össze kell kötni. Tehát mondjuk annyiból jó volt ez, hogy épültek kerékpárutak, hogy akkor most át kell tekinteni a térképet, és össze kell őket kötni értelmesen, tervszerűen. Már tett említést a centrum működéséről. A helyi működtető egyesület fordult-e esetleg önökhöz kéréssel, kérdéssel, vagy egyáltalán fölmerült-e az, hogy mondjuk átveszik a működtetését a centrumnak? Nem, de ez egy önkormányzatnál azt gondolom, hogy nem is feladat, nem is kérdés. Tehát az önkormányzatnak azért nagyon kötött működése van, nagyon kell vigyázni a vagyonra. Nyilván egy gazdasági társaságnak, egy egyesületnek is, mert felelőtlenül gazdálkodik az, aki nem vigyáz. De hát az önkormányzat nem kockáztathatja a vagyonát, megvannak a feladatai, megvan minden feladathoz a hozzárendelt pénz. Nem gondolkodik ilyenbe az önkormányzat. Megvan ennek a projektnek a projektgazdája, aki ért is hozzá, hiszen ennek az egyesületnek az összes tagja a turizmusban dolgozik, azért hozták létre ezt az egyesületet, a Tiszató turizmusának a fejlesztéséért. Ennek nagyon jó vezérhajója, zászlós hajója lehet ez a kerékpáros projekt. Nagy reményeket fűzünk a 17-es működésükhöz. Mi is bizalommal bizakodva várjuk, hogy ebben az évben mit fog hozni. Én a személyes tapasztalatomat tudom elmondani, hogy akárhányszor elmentem ott a nyáron, de még ősszel is a kerékpáros centrum előtt, az a parkoló mindig tele volt autókkal, rengeteg kerékpáros tízezres nagyságrendben fordul meg a Tiszatónál, ezt a vízügyesek ugye mérik kiskörén. A kerékpáros turizmus egyébként is nagyon fellendülőben lévő iparág, mondhatjuk azt, hogy iparág, hiszen hozzátartozik a turizmushoz. Úgyhogy már önmagában, ha a Tiszatavat körbezárjuk a kerékpárúttal, azzal is nagyon nagy lépést teszünk afelé, hogy a régiónak, az Alföldnek egy kerékpáros centruma legyen Tiszafüred és a Tiszató. Ha a hálózatosság ilyen szinten létrejön, akkor pedig európai szintű, azt mondom, hogy szinte első helyezett lesz a most még síkvidéki kerékpározás. Ez is nagyon fontos egyébként a kerékpáros szakmai körökben, hogy ez most egy síkvidéki kerékpáros központ, ahol egy méter a szintkülönbség mondjuk a Tiszatavon körbe, és ez a családok szempontjából, a turisztika szempontjából nagyon fontos. Ha meg még Eger is bekerül, akkor meg összekötünk kétféle kerékpározást. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatását, és várjuk, hogy ezekből a tervekből, elképzelésekből mi az, ami megvalósul. Köszönöm szépen.